A hagyományoknak megfelelően könyvekkel, napilapokkal és folyóiratokkal is várja az olvasókat a Fejér György Városi Könyvtár a Keszthelyi strandon. Az intézmény több mint egy évtizede nyújt strandkönyvtári szolgáltatást, amelyet sok helybéli és turista ki is használ. A kölcsönzés mellett könyvbörze is várja az érdeklődőket. Itt a könyvtár kiselejtezett köteteiből válogathatnak az olvasók. Kaktusztól választottam a rettenetes gyerekeket. Régóta kerestem már antikváriumokban, nagyon örülök, hogy most megtaláltam. És szóval majd a strandon olvasni. A strandkönyvtár idén új helyszíre költözött. A városi strand főbejárata mellett egy fedett teraszos épületben lehet a könyveket, folyóiratokat kölcsönözni. Az intézmény munkatársai azt mondják, nagy könnyebbség nekik a fedett terület, hiszen így nagyobb biztonságban vannak a kötetek. Nagy népszerűségnek örvendenek a napilapok és az újságok is. Sokan naponta visszatérnek, hogy átlapozzák a sajtótermékeket. Most hoztam vissza egy Blikket. Nemzeti Sport itt van a kezembe. Aztán majd megyek végig, Zalai Hírlap, stb. Újságokat. Amúgy a könyvtár három könyvet is beszerzett az én kedvemért. Például Eszterházy Péter utolsó könyvét már kerestem, és illetve mondtam, hogy rövidesen meg fog jelenni, valamint Hargitay András egy könyvét, a Feszített víztükör a címe, és a Bereményi Gézának a legutoljára megjelent könyvét. A Fejér György Városi Könyvtár beiratkozott olvasói a megszokott rendben az olvasójegyükkel vehetik igénybe a szolgáltatást. A Keszthelyen nyaraló vendégek pedig egy rövid regisztrációt követően kölcsönözhetnek. A folyóiratokat ingyenesen egy órára lehet elvinni. A könyvkölcsönzés esetében kaucióra van szükség, ezt azonban a kötet visszaszolgáltatása esetén visszaadják. A könyvtár dolgozói minden évben igyekeznek színes olvasnivalókat összeválogatni. Közel 300 könyvet hoztunk le a könyvtárból, vannak új könyvek is, gyerekkönyvek is, vannak rejtvényeink is, és a napilapokkal együtt 60 féle magazin várja az olvasni vágyókat. Természetesen, aki bőrzét szeretne a könyvekből, arra lehetősége van, vagy ha az árnyékba szeretne kint olvasni, akkor azt is lehet, és ki is lehet tőlünk kölcsönözni a könyveket is, és az újságokat is. A fák alatt babzsákok és székek is várják az olvasókat. Itt akár a napilapokat is ki lehet olvasni, de pihenni is lehet egy jó könyv társaságában. A strandkönyvtár augusztus 19-ig várja az olvasókat minden nap 11-től 17 óráig.